Egy szélkerék megfújásával is megtudhatták az érdeklődők, hogy mennyire erős tüdejük, de az ügyességükre, stabil kézre is szükségük volt a kutatók éjszakáján. A különleges rendezvényen a Nyíregyházi Egyetem hallgatói nem csak nézelődtek, hanem tudományos munkájukat is bemutatták. Különböző talajszemcséket tudjuk elkülöníteni vele talajvizsgálatokhoz, és meg tudjuk állapítani vele, hogy a különböző szemcsőszetét a talajok hogyan osztanak meg. Folyékony nitrogén a palackba, majd dugóval együtt lefordítani azt és várni. Az egyetem tanárai elkápráztatták a kutatók éjszakájára érkezett kisdiákokat, a folyékony nitrogén pedig egy felfújt lufival is találkozott. A hideg nitrogént ráöntve a benne levő, a lufiban levő levegőt is lehűti, és a hidegebb levegőnek annak kisebb lesz a térfogata, és hát ilyen nagyon szépen, hogyha még bele is forgatom ebbe a fémtálban gyakorlatilag forra nitrogén, hát egészen kicsire össze lehet zsugorítani a lufit ilyen módon. Nagyon fontos számunkra az, hogy az oktatás mellett bemutathatjuk azt, hogy a képzéshez milyen kutatási témák kapcsolódnak. Bemehetnek a laborokba, megnézhetik a különböző kutatási területeket, és számunkra azért is fontos, mert mondjuk nagyon sok középiskolás jön, aki talán most fog ráébredni arra, hogy érdeklik a természettudományos tantárgyak, hiszen ezek nagyon változatosak, érdekesek, és elképzelhető, hogy hallgatónk lesz, de természetesen nem csak a természettudományos témában, a történelmi kutatásokban, a nyelvészetbe és egyéb dolgokat is megismerhetnek itt. Repülőgép szimulátor, focizó robotok és különleges kémiai kísérletek mintegy 20 helyszínen több mint 50 program várta az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen a kutatók éjszakája alkalmából. A tudományra éhes hallgatókat és vendégeket számos szakterület jeles képviselői tájékoztatták kutatási eredményeikről.